Arató és tematikus napra várja a látogatókat az Ópuszta Szerény Nemzeti Történeti Emlékpark. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Augusztus 20-án szombaton arató és tematikus napra invitálják a látogatókat az Ópuszta Szerény Nemzeti Történeti Emlékparkban. Különös jelentőséggel bír és nagy hagyományokkal rendelkezik a nemzet, és egyben az emlékpark életében is Szent István királyunk ünnepe augusztus 20-a. Eljeles dátumhoz a néphagyományokban az új kenyér megszegése kötődik, amelynek előzménye az aratási időszak lezárulta. Az emlékpark idén az aratási időszakot lezáró és a jelentős néprajzi hagyományokkal rendelkező arató ünnepek hangulatát szeretné megidézni. Az aratónapon közelebb hozzuk a mai kor emberéhez a régen elfeledett tevékenységeket, mint a gabona feldolgozásának folyamata, a kovászkészítés vagy a kenyérsütés. Ezek mellett számos szórakoztató és ismeretterjesztő program is színesíti a napot. A kenyér mellett a nap másik főszereplője a Tisza folyó. A tematikus nap keretében megismerkedhetnek többek között a népi halászattal, a foggazdálkodással vagy a halászati eszközökkel. A kézműves foglalkozások, viseletbemutató és népzene is várja az érdeklődőket a Gátorház környékén. A programok között szerepel a lovas bemutató, a Barboncás Társulat bábelőadása, élményjellegű tárlatvezetés, Boka Gábor utca színháza, Nagy Boldogasszony Kis Boldogasszony című előadás. Egész nap látogatható a Nomád Park, a Skanzen, a Pusztaháza, Szeri Gyógynövényház és Kert, látogatóközpont, Rotunda. A Nomád Parkban 10. századi tevékenységek, íjáztatás, nemezelés, a Skanzenben porzenekar, autentikus magyar népzene, jövőnkért együttes táncosai, interaktív táncos bemutató, hungarikum duó, népies műzene, kézműves sarok, szelezéssel és papírsárkány készítéssel, kovászműhely, lisztek, házi kovász felhasználásának bemutatása és kenyérsütés. A Pusztaházában Puskás József, Pixelben zárt Délalföld című fotókiállítása, évmadaratotó, ásványkiállítás, részlet Fábián Tamás ásványgyűjteményéből, a Szeri Gyógynövényház és Kertben gyógynövényekből készült el kóstolása és ismertetője, a Látogatóközpontban Rákóczi nyomában című kiállítás az aulában, Szer története és Magyarország történelmi 3D-ben filmvetítés, a Szegedi Halasbicska és a Késes Mesterség című kiállítás, a Rotundában Szerét ejtették című emlékpark történeti kiállítás, a Szegedi Paprika gyártásának története című kiállítás, Legyen ön Árpád vezér, multimédiás játszótér, Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét, Ilyet nem látott a Kárpát, Álljon ön is végvári katonának, Vár állott most kőhalom, a legkisebb, a legnagyobb, Kincsek a földből, Csongrád-Csenád megyei vadászati múzeum és emlékhely. Fontos tudnivalók a jegyinformációkról, augusztus 20-án szombaton az emlékparkba történő belépés ingyenes. Ezen a napon a fesztikörkép, a látogatóközpontban és a rotundában található kiállítások, valamint a külső kiállítások megtekintése is ingyenes. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes belépés okán erre a napra nem tudnak jegyet vásárolni a webshopon keresztül. Az ingyenes jegy viszont a pénztárban érkezési sorrendben átvehető. Az ingyenes jegy átvétele a fesztikörkép megtekintése miatt fontos, mely befogadóképessége korlátozott, ezért a belépőjegyek a nagy érdeklődésre való tekintettel elfogyhatnak. Erdőközi találkozót tartottak Balázscsán. Csáki Anitát, a vadásztársaság elnökét és Antal Imre plébánust kérdeztük a rendezvény fontosságáról. Kedves testvérek! Itt az Alföldön nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor nagy hegyek tornyosulnak előttünk, de gondolom, itt már mondta is valaki, mikor megérkeztem, hogy Erdélyben járt. Az én szülőföldem az egy nagyon szép hegyes vidék, és hát ezeket a hegyeket megmászni nem kis áldozatot kíván. De azért, ha a szószoros értelemben nincsenek is itt hegyek a mi vidékünkön, azért ilyen úgynevezett lelki hegyek, magaslatok hát tornyosulhatnak a saját életünkben, amelyeket olykor-olykor meg kell másznunk. És ez kihívás, ez feladat mindannyiunk számára. Amikor a Szentírás Isten szava hegyekről számol be, akkor a Szentírás nyelvezetében a hegyek mindig az Istennel való találkozásnak a helyszínei.
az Ószövetségben találkozunk például Moriá hegyéről, vagy a Sínai hegyről, ahol Isten a 10 parancsolatot adja Mózesnek, vagy ahol Ábrahámot arra kéri, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot. De az Új Szövetségben is megjelennek a hegyek, ilyen például a 8 boldogság hegye, vagy ilyen a Golgota hegye, ahol Jézus keresztre feszítették, de ilyen a színeváltozás hegye is, amelyről a mai evangélium beszámol. A hegyek tehát az Istennel való találkozásnak, a vele való kapcsolat megerősítésének a helyszínei. Találkozás. Az emberi élet találkozás nélkül értelmetlen és céltalan. Ha nincs akivel találkozzunk, ha nincsenek kapcsolataink, akkor az életünk kiüresedik. A találkozásban tapasztaljuk meg saját életünknek a fontosságát és értékességét. Aki bezárkózik, aki nem nyitott a másokkal való találkozásra, az megbetegszik. Mert az csak maga körül forog. Nem érdekli a másik ember. Nem érdekli, hogy mi van saját magán kívül. Csak önmagára figyel. És ez előbb-utóbb az embert megbetegíti. Beteggé teszi. A Szentírásban nagyon sokszor hallunk olyan elbeszélésekről, beszámolókról, amelyek találkozásról szólnak. És a mai beszámoló is egy ilyen találkozás elbeszélést mutat be. Azt mondja Jézus a három kiválasztott apostolnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy menjenek vele, és fölmennek egy magas hegyre. Elmennek, hogy együtt legyenek, hogy elcsendesedjenek, hogy kilépjenek a megszokott élethelyzetből, és egy picit kiemelkedve a mindennapi rutinból megálljanak, megpihenjenek. Habár önök nem hegyre jöttek most, de mégis azáltal, hogy eljöttek ide, kiléptek az otthon megszokott környezetéből, és eljöttek ide azért, hogy találkozzanak, hogy együtt legyenek. És amikor Jézus ezeket az embereket fölviszi a hegyre, és ott elváltozik előttük, akkor a Biblia csak ezekkel az emberi szavakkal tudja nekünk elmondani azt, hogy ezáltal Jézus betekintést enged a saját életébe. Azaz, akik vele vannak, akik találkoznak vele, azok betekinthetnek az ő életébe, hogy kicsoda ő, hogy milyen az ő szíve, hogy mi történik benne, vele, stb. Mi is, amikor találkozunk, és egymással megosszuk az örömeinket, bánatainkat, gondjainkat, kudarcainkat, akkor ezáltal betekintést engedünk a másik embernek a saját életünkbe. Ez azt jelenti, hogy valaki tud rólam, és én is tudok a másikról. És így örülni tudunk egymás sikereinek, egymás örömeinek, de ugyanakkor szívünkön tudjuk viselni és hordozni egymás bánatát, szomorúságát, fájdalmát és kudarcát is. Immáron sokadik alkalommal tartnak erdőközi találkozót itt Balázsán, kérdezzük Csáki Anitát, a vadásztársaság vezetőjét. Köszöntelek, mit tudhatunk igazából erről a találkozóról, miért is tartjátok fontosnak, hogy mindig itt megszervezzétek? Én is köszöntöm a tisztelt nézőket. Csáki Anita vagyok, a vadásztársaság elnöke. Immáron 7. éve tartjuk itt az erdőközi iskolában, ami hivatalosan 1967 óta a mi vadászházunkban az öregdiák, ugye erdőközi iskolásoknak a találkozóját.
Úgy gondoljuk, hogy a hagyományok, illetve az idősek, az őseink tisztelete és úgymond a megemlékezés róluk mindenképpen fontos kell legyen a mai társadalmunkban, főképpen, hogy azért eléggé keszekusza világot élünk, így azt gondolom, hogy helyt kell, hogy adjunk az időseknek egy olyan napra, egy olyan lehetőségre, ahol összegyűlhetnek, és a fiatalkori éveiket itt együtt jókedélyűen egy ebéd mellett megbeszélhessék, átbeszélhessék, emlékezzenek egy kicsit. Ahogyan említetted, 2 éve vagy a vadásztársaságnak a vezetője. Milyen érzés így látni az időseket? Nekem kislánykorom óta szoros kötődésem van az idősekhez. Én édesapám mellett itt nőttem fel a vadásztársaságban. A tisztelt idősebb vadásztársaim lábánál hajtottam a nyulat, hogy így mondjam. Úgyhogy mindig megható és fontos. Tehát ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy fontosnak kell, hogy legyen minden fiatal, illetve középkorú vadásztársam, illetve nem csak vadásztársamnak, hogy az idősekkel mindenképpen tisztelettudóan és mindenképpen olyan kapcsolatot ápoljunk. Azt gondolom, hogy 2022-ben is nagyon fontos kell, hogy legyen az idősek tisztelete, illetve az egymás iránti megbecsülés. Ez a nap hogy fog így összeállni? Milyen programok várhatóak? 10 órától vártuk itt a vendégeket. 11 órakor Imre atya tart egy rövidebb misét. Ezt követően tartjuk meg majd az ebédünket, illetve zenészünk által biztosítva délután további része remélem, hogy jó hangulatban fog eltelni. A találkozót minden évben megszervezik, legalábbis amióta itt vagyok Kisteleken, most már 5 éve talán, vagy lassan már 6, azóta minden évben megszervezik, és meg is hívnak engem erre a találkozóra, és ilyenkor van egy szentmise, aztán pedig utána van egy finom ebéd, de már a szentmise előtt gyülekeznek, örülnek egymásnak, beszélgetnek, és ezt jó látni, ahogy ezek az idős emberek, akik egykor itt tanultak, és itt fejlődtek, azok most megöregedve eljönnek, és felidézik az emlékeiket, megosztják egymással az életüket, dolgaikat. Ez egy nagyon nagy erőt adó találkozó, és én magam is szeretek ide járni, mert egyrészt nagyon szép a környezet, nincsen mobilhálózat, így nem ér el senki, és ez egy jó dolog, amikor az ember nem a telefonját nézegeti, hanem azokkal van, akik tényleg ott vannak, és ezeket az embereket meghallgatni, a bölcsességükből, tapasztalatukból tanulni, és ezáltal fejlődni számomra is nagyon nagy élmény. Jótékonysági délelőtt tartottak a bölcsödében. Virág Krisztát, a bölcsöde szakmai vezetőjét, és az ide érkező kutyatrénert, Kátainé Lackó Ritát kérdeztük. Egy jótékonysági délelőttet tartanak itt a Kisteleki Bölcsödében, erről kérdezzük Virág Krisztinát, a bölcsőde szakmai vezetőjét. Köszöntöm Önt, mit tudhatunk erről a kis délelőtről, hogyan is zajlik pontosan? Hát ez a délelőtt szülők kezdeményezésre valósult meg. A szülők vetették fel ennek az ötletét, hogy mi lenne, ha jótékony céllal rendeznénk egy családi délelőttöt, és a szülők sütöttek süteményt, amelynek tehát ezt árulnánk, és a befolyt összegből a bölcsödét támogatnák, ugyanúgy, mint az üdítőkkel, limonádéval. Egyik szülő felajánlására jött a bűvészhölgy, és énekkel egybekötött műsorral is támogatja itt a délelőttnek a színvonalát emelve a műsor szépségét. Lesz még egy terápiás kutyás foglalkozás, ők majd kicsit később érkeznek ide meg, 2 kutyával és a segítőjükkel, egy kecskével. Biztos az is majd jó lesz, élvezni fogják a gyerekek. Az ugrálóvár, fagyi és a gyerekek igényének megfelelően a jókedvüket biztosítja. Akkor a tapasztalatok alapján jól érzik magukat a gyerekek ezen a délutánon is, élvezik? Hát úgy látom, hogy igen, jól érzik magukat, meg bízunk benne, hogy még aki erre jár, akkor csatlakozik hozzánk, és esetleg támogatásával is a bölcsödét erősíti, hogy esetleg ami hiányzó, játék esetleg, azt pótolni tudjuk majd a gyerekeknek.
Én Kátorinyi Lackó Rita vagyok, és a Captain Oda Kutya Sport Egyesület képviseletében vagyok itt, jó magam, nekem egy terápiás kutyusom van, ővel jelenleg 2,5 éve dolgozom 3 óvodában, illetve szoktunk menni különböző rendezvényekre, akár ilyen jótékonysági rendezvényre, falunapra, nagyon-nagyon sok helyre hívnak minket egyre sűrűbben. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon szüksége van ebben a mai rohanó világban arra, hogy egy picit nyugodtan tudjanak foglalkozni akár egy élő lénnyel. A kutya leginkább motivációs eszköze a gyerekek számára, akárha egy kisgyerek nehezen jár, akkor fogja a kutya pórázát, és nagy motiváció az, hogy balra vezesse a kutyát a bója körül, tehát maga a kutya, mint motivációs eszköz vesz részt. Alapvetően én nem beteg gyerekekkel dolgozom, sima óvodában iskola előkészítő feladatokat szoktunk csinálni az én kis füge kutyámmal. Tulajdonképpen a gyerekek sokszor észre sem veszik azt, hogy a sorszámokat gyakorolják, hiszen a kutyát elvezetik az 5. fához például, és ezáltal nem a feladatra figyelnek, hanem arra, hogy a kutyust ő neki vezetnie kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez így nagy segítség az óvónéniknek, illetve a gyerekeknek is. Amiben még én jótékony hatását látom a kutyaterápiának, vannak olyan gyerkőcök, sajnos egyre többen én azt látom, akik nehezen nyílnak meg a közösségben, és erre a kutyák nagyon jók. Nagyon sokszor jártam már úgy, hogy bementünk egy csoportba, és az óvónéni úgy állt, hogy a kisgyerek ne lássa, és mutogatott, hogy én ne is szóljak, hogy beszéljen a gyerek a kutyushoz, hogy mesélje el azt, amit ő szeretne, és a kutya ilyen szempontból nagyon jó kis motivációs eszköz. Hogy itt a mai napra mire készültünk, nagyon kevés az időnk, 1 óra hossza. Azért a mi kutyáink, illetve van egy vendég állat is, elég sok mindent tudunk. A Captain Oda Kutyasport Egyesületnél dolgozom én, és ez egy kutyaiskola, 4 városban, Szegeden, Algyőn, Csongrádon és Szentesen van kutyaiskolánk. Hál' Istennek egyre több számban jönnek hozzánk és keresnek fel minket a gazdik. Nyilván a legnagyobb tömeget a családi kutyások képviselik, de mindenféle kutyasportra nyitottak vagyunk, és azt látom így az elmúlt években, hogy a kutya iskola vezetője egyre nyitottabb az új sportok iránt. Például jó magam dog dancinget oktatok, most ebből fogok is majd itt mutatni a fügével egy kicsi kis részletet. Van egy gyerekeknek való kis kisvukos kűrünk, el fogjuk táncolni, de van nálunk agility, őrzővédősport, minden. 3 kutyussal érkeztünk. Ebből 2 kutya az enyém, egy terápiás kutya Goldi, illetve van egy német juhász kutya, aki így egilitizik, majd ezekből fogunk egy-egy pici kis részletet mutatni. Illetve jött egy vendégállat, ezt így most elárulom, a gyerekeknek egy meglepetés lesz, egy kecske. Az egyik kollega, szintén a kutyaiskolának a dolgozója, magához vett egy kecskét, és ugyanúgy, mint a kutyákat, Juti falat alá kezdte kiképezni, és már egész szép kis bemutató repertoárjuk van nekik is, úgyhogy majd remélem, hogy ez is fog tetszeni a gyerekeknek. Augusztus 9-én Szentes külterületén, mintegy 5 hektáron, Balázsa külterületén, 20 négyzetméteren, valamint Mincent külterületén foltokban égett a száraz fű és avar. A tűzesetekhez a szentesi, a csongrádi, a hódmezővásárhelyi és a kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztották. Munkájukat a mincenti önkéntes tűzoltók segítették. Augusztus 9-én 2 személygépjármű ütközött össze a M5-ös autópálya 145-ös kilométer szelvényénél, Balázsa térségében a Röszke felé vezető irányban. A balesethez a kisteleki és a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A balesetben 7 személy sérült meg. Augusztus 13-án Röszkén a főutcán, családi házban, inverter alatti biztosíték tábla égett. A tüzet a kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el. Augusztus 17-én 20 négyzetméter alapterületű, különálló melléképület teljes terjedelmében égett pusztaszer közelében. A kisteleki és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzesetben senki sem sérült meg.